Ha megütközöl egy ember arcátlanságán, tüstént tedd fel a kérdést magadnak. Lehetséges-e, hogy ne legyenek téveigük a világon? Rögtön rájössz, nem lehetséges. Ne kívánj lehetetlent. Mert ez a téveigő is azok közé tartozik, akik szükségképpen vannak a világon. Ugyanígy bánj a furfangos, hűtlen, hazug, hálátlan, rideg és láthatatlan embertársaiddal is. Amikor belátod, hogy ezek hiánya nem lehetséges, mindjárt elnézőbb leszel valamennyiükkel. Használ az is, ha végig gondolod, milyen nagy erényeket adott a természet a szóban forgó vétkek ellensúlyozására. Vannak ellenmérgek. A furfanggal szemben egyenség. A hűtlenséggel szemben a hűség, a hazugsággal szemben az őszinteség, a hálátlansággal szemben a hála, a ridegséggel szemben az együttérzés, és a láthatatlanokat, mint érdekteleneket, kiegyenlíti a jó akarat. Segíthetsz a téveigőnek a helyes utat megtalálni. Mert csak az vétkezik, aki elvesztette szeme elől a helyes célt. Tehát van célja, csak eltévesztette. És neked vajon milyen károd származott ebből? Ha jól fogod fel a történteket, akkor semmilyen. Mi volna meglepő abban, ha egy éretlen ember éretlenül viselkedik? Emberismereted lehetővé tette számodra, hogy előre felkészülj, ha nem éltél ezzel, most viseld a következményeit. Ha hűtlen vagy hálátlan emberrel hozott össze a sors, vágyaidat magad ellen fordítsd. Minden a te számládat terheli. Nem voltál eléggé éber és figyelmes. Az egyébként hűtlen embertől miért várod, hogy éppen veled szemben kezdjen el hűséges lenni? A hálátlan miatt se zúgolódj, ha jót teszel valakivel, a jó tettben rejlik annak gyümölcse, nem pedig a hálában. Ha jót cselekedtél, mit akarsz még? Még jutalmat is kívánsz érte? Mintha a szem fizetést kérne azért, mert lát, és a láb pedig azért, mert jár. Az ember, miként a szem, a láb, a kéz, arra teremtetett, hogy azt tegye, ami a dolga. És ezzel már meg is kapta a maga jutalmát.